Visszatértünk, ismételten itt vagyunk egy újabb streammel, egy kis kihagyás, de hát igazából csak egy hétvége volt, meg egy tegnapi nap. De köszi szépen, itt vagytok, és sziasztok ismételten, sziasztok, köszi a 19. hónapot. Már rögtön is Hype Trainnel robbantatok be, köszönöm szépen Nightmare-nek is a 23-at, mi az Isten? A Szupi átvette a fiókodat, mi ez a miau? Ő szokta ezt tolni. Köszi Peti neked is a 4. hónapot, Natótnak is szintén a 23-at. Mi az Isten? A 23. évfordulója van, úgy látszik folyamatosan. Vagy hónapfordulója pontosabban a babáknak, a szuboknak. Egyszerre szültetek meg egy idős a gyereketek, ezt úgy kell felfogni. Köszönöm Sinyó neked is, hogy beszálltál egy kicsit a Hype Trainbe, és sziasztok emberek, hello hello tényleg. Visszatértünk ide az SMP-re. Az előző alkalommal megnyitottuk a Nethert, sajnos egy jó pár napig nem voltam abszolút gépközel. Volt videós találkozó is, meg még egymás. Úgyhogy nem tudtam azóta nagyon farmolni. Hát mondjuk annyira volt időm, hogy hazamenjek és az előző alkalommal összegyűjtött dolgokat lepakoljam. Meg akkor már ezt tudtam dobni egy pár tűzállóság potét. Szóval most újra itt vagyunk. Újra szeretnék elkezdeni szerezni egy pár Netherite-ot. Vagy hát múltkor abból nem nagyon lett. Egy bestsönt találtunk, amiből hát így megosztoztunk a looton, és akkor ezért lett egy darab Netherite-om. Nem is tudom, hogy megosztoztunk-e tényleg. Barnussal mentem, ugye lehet, hogy eltett a Netherite-ok nagy részét. Nem, biztosan testvérésre megosztoztunk, úgyhogy kemény egy darab Netherite-ot szereztem. Hol van az a szállam, aki most rám lőtt? Csak halucinálok, nem? Onnan lő. Szóval igen, visszajöttem, és most találtam egy újabb Netherite, egy újabb bestsönt, amit ki lehetne fosztani. Az hogy lőtt arra, miközben én itt vagyok, és oda ment a... Lehet, hogy van itt még valaki. Csak nem ez. Itt még a lávák is most folytak le teljesen újonnanként, szóval ez egy új hely, új terület elvileg, nem lootolt. De hogy amúgy nem egyszerű itt nem lootolt bestsönt találni, mert hát folyamatosan vannak fent, és szerintem eléggé ráállt. Lehet, hogy resztetelnünk kell. Szerintem az lenne fair, hogyha egy idő után resztetelnénk a bestsönöket. Pláne azért, mert ugye most az új update-ban hát upgrade plate-eket is kell szerezni ahhoz, hogyha mi Netherite Armort szeretnénk csinálni, és azt hiszem részenként kell egy, szóval rohadt sok upgrade plate-re, tehát rohadt sok bestsőre van szükségünk. Úgyhogy tényleg resetelni kéne ezeket majd idővel erre, majd nem tudom, ez hogy lehet egyébként így, csak így manuális egy kézzel megtöltögetjük, vagy erre van valami command, vagy valami plugin, az nagyon jó lenne. Úgyhogy ezt majd Zolival kitaláljuk, úgyis látom, szia Zoli, neked is itt vagy a chatem. Lehet duplikálni, mi? Ó. Oh. De hogy? Mert legálisan amúgy? Vagy én ezt nem tudom, én csak azt tudom, hogy kellenek ezek az armor plate-ek, de azt nem tudom, hogy ez legálisan, vagy csak van valami glitch rá, amit így ki lehet használni, és akkor ezzel lehet duplikálni. Mindegy, a lényeg az, hogy legálisan null. Akkor elég egy armor plate-et megtalálni, ugye? És akkor... Szia, hét dia, egy netherrack, meg egy template. Aha. Akkor csak nem szabad elhasználni addig, ameddig te nem duplikáltad, úgymond, ugye? Akkor a... Na mindegy, erre is rájövünk, hát ezért is kezdtük ezt az SMP-t. Trash Artist, nagyon szépen köszi, az mi az Isten az 500 vagy 500 ezer bitet a rohadt életbe, köszönöm szépen neked is. Szia Daik, sok sikert a kunyhóhoz, ami lehet megint körbejárhatnánk a streamet és megnézhetnék ki mit halad, mert pont tudom, hogy te is fenn vagy és nagyon elképesztő szép dolgot csinálgattok ti arra Gomba Islandra, úgyhogy lehet, hogy ezt meg kéne nézni. Ja, köszi a tippet, ezt majd megnézzük. Megnézzük, így van. Sinyónak is, neked is, nem tudom, mondtam, de nagyon szépen köszönöm neked is a videget. Na, akkor indulhatunk-e megpróbálni, megnézni, hogy akkor mi van ott. Találunk, legalább egy armor plate-et találok el. Tudom, hogy lehet, hogy jó lenne, ha lenne nálam mondjuk ilyen gold cucc. Figyeljetek, mint egy ilyen potit meg is iszok, és akkor most lehet, hogy kevesebbet tudom figyelni egy csetet, de... De biztosan biztos. Szóval így is lootani fogunk, és akkor így is berágnak ránk, úgyhogy mi lenne, hogyha csak simán anélkül próbálnék behatolni, hogy mondjuk bármiféle, majdnem más mondtam, mindegy, védekező cuccot használunk ehhez, szóval. Nem akarok megint csapdába esni, mint ahogy múltkor voltunk, ugye ez továbbra is egyik legveszélyesebb része. Úgyhogy, pláne most, hogyha így rámagrózik az egész. Csak, hát gyertek csak a papához. Erről van szó. Kialakítottam egy XP és gold farmot, emberek. Ha gondoljátok, csatlakozhattok ide hozzám.
Az XP és Gold Farm az itt most működőképes, így van. Nem, mert ez végtelen mennyiség fog jönni, mert akkor nekem arrébb kéne állni, mert nem bírom ezt az egészet. Jó, hogy mögé, magam mögé is, tehát miért csak sima zombi pigment. Láttam a highway-t, vagy hát elkezdtem nézegetni, hogy mik készültek ott. És láttam, hogy ilyen nagyon komoly highway rendszer is van már. Hú, a zombi pigmentekből miért van ilyen sok, és miért ilyen rossz helyen? Szóval... Szóval igen, arra a highway-re majd én is rá akarok csatlakozni. Van egy adag... Hoztam a... Jaj, de jó, hogy hoztam a vúlokat, igen, azt lesetettem igazából. Az, amit múltkor nem tudtunk elhasználni, abból majd ágyakat fogunk csinálni, és hagyományos módszer, és próbálok majd szerezni Netherite-ot. De először... Körbenézzek. Hogy mi a helyzet? Így, úgy, amúgy. Ez viszonylag open. Cuciért még nem is nagyon láttam. Le tudnak innen engem lőni? Lemi. Ott vannak a ládák. Lement az összes. Gondolom... Amikor én oda triggereltem őket, akkor leesett egy jó nagy részük. Obsidian, Alma Cream. Crying cucc, az nem hiszem, hogy kelleni fog. Nem tudom mi ez. Isszük, Burst of Vanishing, ura, aranyarrók. Ezért jöttem? Nem. Rattól nem ezért jöttem. Jaj! Hát ez átment a lábám. Eltalálta a pigment, hogy mi az Isten volt ez a... Mi sebződik? Ja, Thorns? Vagy mitől? Hogy csináltam azt, hogy rásebeztem? Jó vagy. A Thorns, akkor valószínűleg igen a Thorns lesz az. Mondja azt kell csinálni, hogy mellé állsz, és onnan sokkal könnyebben vissza lehet ütni ezeket a cuccokat, azt figyeltem meg. Hello? Nagyon careful vagyok. Még nem haltam meg amúgy egyszer sem ezen az SMP-n, szóval így a streakemet nem akarom így elrontani, ha lehet. Vagy hát nem biztos, hogy lehet, most lehet, hogy el fogjuk rontani. Így. Van a valóságban egy olyan szám, ami azt jelzi, hogy pontosan milyen veszélynek teszed ki magadat. Azt hiszem, hogy ilyen halálfaktor, nem tudom mi pontosan ennek a számnak a neve, ha valaki tudja, írja meg nekem. Mindegy. Ezzel a számmal szokták rövidíteni, vagy pontosan egyszerűsíteni azt, hogy éppen mennyire vagy életveszélyes állapotban. Például, hogyha mondjuk egy, most nem tudom ezt sajnos fejből, de mondjuk azt, hogy egy 1-től 100-as skálán, hogyha egy otthon ülsz a gép előtt, akkor a veszély állapotod az, hogy te most abban a pillanatban meg fogsz halni, az mit tudom én, egy 3-as, jó? Tehát, hogy majdnem 10-et mondtam, de legyen mondjuk egy 3-as, szóval annyira nem vagy veszélyben. De meghalhatsz, megkaphatsz egy szívinfarktus, vagy ilyesmi. És akkor mit tudom, felülsz egy repülőgépre, és akkor felugrik mondjuk 20-ra, beülsz egy autóba, akkor már 40% stb. És na most ilyesmi érzésem van, itt vagyok a Bastionbe, és szerintem ez a szám, ez ami azt jelzi, hogy én mikor halhatok meg, az így felmegy 99-re a 100-ból. Trimplate. Nem tudom, ez az, amit keresek, de mindegy. Nem, ez csak egy trimplate, az nem jó mi. Banner pattern, az is jó viszont. Golden Apple.
obsidian, meg ez a hülyeség. Most nem tudok sajnos bonus base-t nézni, nem hiszem, hogy abban az állapotban vagyunk, ahol én most csak így base-t nézegetek, sorry. Majd egyszer később. Ezt most... sajnos te se gondolhatod komolyan. De amúgy már... most csak kis pigmenek, amúgy már most figyellek. Kitom a ládát, és már hallom, hogy vúj. Csíra fej. Nagyon nagy csíra vagy, aha. Tehát látom, hogy ez egy 100-ból 100-as csíra mennyiség. Mekkora egy... látom, hogy a csíra métered az megy fel. Nagyon nagy csíra vagy, látszik rajtad, itt látszik a kis pofádról, hogy egy óriási... csíra vagy. Ki aztán egyáltalán ilyen szó, ez ki az észem, csak a boomerek. Jaj. Lucky szokta amúgy ezt használni, ezt a szót. Obsidian, de tényleg itt ilyenek vannak, tehát itt semmi... ott van a netherite, Bence. Lol. Bomblock nem kell. Jaj, brut. Hát, mit mondjak? Megiszok még egy fire resistance-et, azt mondom elsőnek. Ezt meg ezt ilyen végső esetre kell használni. Tehát 8 percen van, akkor a maradék részét megnézni ennek a bastionnek. Legrosszabb esetben be tudok menekülni most a lávába, tehát hogyha be kell ugranom. Hogyha nagyon szorult a helyzet, akkor csak menjek lávába, jó? Szóljatok rám. Nézzétek, hogy ugolj lávába, ugolj le, ez mit csinál, hülye. Visszamész? Ura vagy. Ott volt egy láda. Ja, arany. Miért arany? Ennyi volt itt az összláda a mennyiség. Egy netherite itt is. Erre jók ezek a bastionok. Egy netherite-ot összegyűjteni. Pekjesek vagyunk, vagy pekjesek vagyunk emberek? Vagy még nem néztem át minden ládát. Ezt szerintem átnéztem. Hoppá. Elég átlátszó ugye ez. Tehát ilyen itt van az openben. Szí közben a követést. Ani... vagy Anonin. Vagy csak Anoni, nem tudom. Múltkor meg lett az 50k Twitch-en, soha érdemben nem gondoltam volna. Úgyhogy igazán kedves tőletek. Ezek a random gold blokkok. Még talán ott lehet, hogy lesz valami. Na részén. Van itt valami, uram? Érted, ennek ezek a brútok. Hát ez így. Ez így lootolva lett akkor. Hát akkor, akkor mi lesz? Hagyományos módon netherite szedés. De hol van az armor plate? Azt kell meg kell szerezni.
Becsületesen. Az ott, ezt már lootoltuk valószínűleg. Nem fog itt kuncsorogni. Ja. Lootolva lett, kár. De jó vagytok. Wee! Azt mondja. Jó, hát ez ennyi volt ez a Bastion, ugye? Tetejét, megnéztük azt az oldalt, megnéztük, aljában is voltunk. Mi ez a... béna taktika, hogy megfut, megüt, aztán elfut. Na, legalább tudom figyelni a csetet. Azért mondtam emberek, hogy elszomorodtam az, hogy látom a csetet, hogy... hanem azon szomorodtam, hogy ez ennyi volt. Azon szomorodtam el. De amúgy természetesen nektek örülök. Lesz túlbi túti, ja? Kéne már, hogy legyen, igen. Pompos griffelték egy projektünket, és... szomorú voltam. Lett volna megint egy jó kis Astral Base. Dubin most van egy izé, egy ilyen... egy... nem tudom most ez mennyire up to date még, de volt... most egy jó pár hét, amíg nem lehetett se beloginolni, se testre menni, se Ender Pearl-t betölteni, mert egy koordináta exploit, de valami hasonló, mint a Nocon. Legalábbis... para szempontjából. Úgyhogy... melyik is az a... valaki segítse, melyik be kell, 10-es szinten kell ásni a Netherite, vagy Netherite-ért, igen. Szóval igen, volt most egy ilyen elmúlt időszak, amikor nem igazán lehetett semmit csinálni a Tubin, mert egyszerűen 10-15 tudtam már, köszönöm, egyébként itt is ingame is, meg a ottani chaten is, mindenki chaten, köszi. Úgyhogy exploit volt, rengeteg bázis megtaláltak, rengeteg bázis... hát így mondanám, hogy elesett, de igazából nem esett el, mert szerencsére az egy griffer, akiről szó van most. Nem is griffernek tűnik, hanem csak valami exploitolós csávókának. Érdekes módon semmilyen bázis valami megjelent és felfedte a koordinátáit, semmilyen helyen nem pusztított el semmit. Én legalábbis nem tudok róla. Fel is vettük vele a kapcsolatot, mert nekünk is volt hely, amit megtalált, és mondta, hogy nem kell aggódni. Bár járt a mi bázisunkon, de ő egyedül csak a szvasztikákat, tehát a horogkereszteket griffeli le. Mondtuk is, hogy da fuck, ez most mi? Ilyet még nem láttam. És ezt komolyan gondolja, vagy csak hozódik? Lehet, hogy csak hazudik. Sokszor van ez, hogy ja, izé, havarod vagyok, meg csak én csak nem pusztítok semmit, aztán következő a nap meg megjelenik így a csapat, és így szétszednek mindent. Szóval így nem nagyon lehet hinni általában, de mégis úgy tűnik, mintha ez mégis egy kivétel lenne, mintha valami etikus hacker, vagy én nem tudom kivel lenne dolgunk most. Tényleg nem pusztott el, hogy még nem tudtuk letesztelni, de nem pusztott el semmit a bázison. Ha meg horogkereszteket pusztít, akkor az meg aztán nekem good luck, have fun, elég sok van a túlvén. Még nyugodtan csinálhatja. Az nem leszünk veszélyben. Ez se kell. Mi az, ami nem lesz? Ez se kell. Talán a vas sem kell már. Oké. Okay. Ez sem. És akkor azt mondtátok, hogy 15. Jó. Egyelőre semmi. Megyünk tovább. Úgyhogy ez a helyzet most itt a 2B kapcsán, megakadt minden projekt megakadt amiatt, mert volt ez az exploit, és talán még most is tart, ebben most se lehetünk biztosak, szóval mindenki tudjátok, hogy ilyenkor nagyon óvatos, nagyon elővigyázatos, jó, senki sem akar most segítsen, jó, akkor most veszek egy-két hét szünetet a 2B-ból, ezt is sokan írták, és akkor így, hát, szóval így addig nem haladnak a dolgok. Esetleg base hunt-ot ilyet csinálhatunk, az úgymond ilyen, annak nincs kockázata. Meg az így mindig fán, csak tudjátok, az olyan, hogy így, és mi van, ha nem találunk semmit?
mit, és akkor két órán keresztül szálltunk. Volt már rá példa, két-három órán keresztül szálltunk elő, és nem tettünk semmit. Szóval ez mindig egy lutri. De volt, amikor meg tök érdekes jó dolgokat. Volt, amikor úgy érték volt, amit találtunk, mint ténylegesen használható értékes bázis, tehát lootolatlan valami, stb. És volt, amikor meg úgy találtunk dolgot, hogy nem úgy, mint anyagi érték, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, nem úgy, mint ilyen érdekes történelmi. Történetileg, vagy ilyen fán, ilyen vicces egy base, és akkor azért volt jó. És lehet innen úgy, hogy ott hűtött a netherite-ot, ha majd láttak. Mert azért visszafordulok. Ki volt ez az ember? Mi volt ez a mozdulat? Ez tetszett nektek ez a mozdulat? Amúgy szívesen megcsinálom még egyszer, ha gondoljátok. Jó kis prediction viszontra kellemes emlékeket idéz az akkori Ice Coin veszeségemért. Jaj, mire tettél arra, hogy találunk, vagy arra, hogy nem találunk? Igen, ott legalább ebből szempontból jó volt, hogy pörögtek a predik. Ez tény. Ja, azt hittem full. Vasár, le se hajolok. Az Ancient Debret is kidomnám amúgy így ezzel a lendülettel. Legszívesebben. Mi történt? Hát egy Bastiont lootoltunk, most meg mivel ott csak egy darab netherite volt, hagyományos úton folytatom a netherite szedést. Mondjuk most meg kell lenni fog armor plate, szóval ez itt mi előttem? Hello, kis kakaoscsiga! Kettő is. Incsi. Meg lett az első adagunk, emberek. GG. Ott is van, mi az? Waff! Hát hirtelen. Majd lehet, most beszéltük Polaikkal, hogy a fazmó is lesz majd. Igyekszünk összehozni. El volt foglalva mindenki mostanában. Na, 5 darab. De hát mit érek én armor tudsz nélkül, vagy upgrade nélkül? Hát ez ilyet. Oké, be van kapcsolva az X-ray. Áthoztam Tubiról, csak ti nem látjátok. Hogy lehet ennyire nyílegyenesen beleásni? Ráadásul hármasba. 8. Robbantanom sem kell. Na. Szia, pazs! Hello, neked is! Itt már biztos megtaláltuk az összeset, akkor másik irányba kell menni. Egyébként, hogy miért szól pont a Retro Wave a háttérben, ez szerintem a múltkori streamről maradt így van. Mi? Mi a szar? Ebbe is ugyanúgy beleások? X-ray, hagyjál benni, ez megint hármas! Jézus! Hát ez hogy lehetséges? De ez minden streamre van rögzítve! Ezt bárki láthatja, bárki megmondhatja.
Nem hagytam még el, akkor lehet, hogy elhagytam, vagy nem? Ez a harmadik ilyen alkalom. Jaj. Hát most már úgyse lesz már több, akkor menjünk ki erre is. Nem erre Gravel van, az ősi ellenségem. Ezt érzéssel kell keresni, érzéssel kell, tehát meg kell éreznem azt, hogy ők mit éreznek. És akkor onnantól kezdve rájuk tudok hangolódni. Erről beszéltem! Tehát ez rekordot döntök most, pillanatnyilag. Egy stack gyapjúból. Már 12 van. Kirobbanó teljesítmény. Jaj, tényleg a lovam még megvan, vajon? Most így ezekre a szóviccekre jutott eszembe, hogy a szerencsétlen ló. Kell még gyapjú? Persze, azért, hogy neked is szedjek? Sípőj! Sípőr. Jó, igazából ha adtok gyapjút, én hozok netherite-ot! Tessék! Ez hihetetlen. Hát volt, amikor... Ma láttam a spawnon a lovat, jaj de jó. Szóval volt, amikor... Vagy egy... Mennyit? Egy teljes stack elment gyapjúból, annyi ágyat helyeztem le, és nem lett egy darab. Tehát mit tudom én, egy 30 robbantás alatt is néha csak egyszer, vagy kétszer, vagy egyszer se adott be netherite-ot most meg. Ez jó. Keep up the good work. Nézzük hát. Mondjuk a másik irányba. Itt már nincsen gravel. Ó, itt más van. Nem is kellene nekem ágy, csak beleások. És most ezen álltam, pedig ezt szerintem még sose használtam. Csak ilyen random lejátszás lista, ami megy. Lehet Csabinyónál hallottad, ő szokott ilyeneket betenni. Ott is ott van, a kis kakaós csiga, ott figyel. Ah! Csak nem tudok vele semmit, csak ez nincs armor plate-em, el kell menni, ne, nem akarok szerezni, de muszáj lesz. Upgrade cuccot. Hát, de mondom, hogy ezt nekem kell megszerezni, hát mi lenne már, hogy a játék egyik legértékesebb dolgát így adok. És akkor csak így tessék, itt van a... Ne is játsszál Survivor-t Survivor módban. Nem szabad elfogadnom emberek, ezt nekem kell megtalálni. Utána már lehet, hogy elfogadom, de... De mindaddig, ameddig még nem szereztem, ugyanezt akarom az összes több ilyen nehezen megszerezhető dologgal is. Szívesen adok, de nagyon jó fej, köszönöm. De még mindig az a problémám, hogy adsz, azzal elveszel. Elveszel egy élményt. Először is az 1.20-as dolgoknak a megismerésének az élményét. Másrészt pedig a... Ez az örömöt, amikor az ember saját maga találja meg a dolgokat. Mikor nyílik meg az end? Soha. Minden egyes mikor lesz kérdés után hosszabbodik az end megnyitása egy nappal. Na. Ne, nem menjünk. Most már ezek az utolsó ágyak, ezeket most már elrobbangatjuk, elszívjuk, aztán megyünk tovább. Kéne még egy bastion. Bastiont akarok.
Jó, most már nincsen fire resist, de még van egyem. Azt még fel tudjuk akkor használni. Már járt. Jártam. Azt hiszem. Körbeértünk. Ott van. Oh, és ráadásul megint hármas. Fú. Sosem örültem még ennyire a hármasnak. Csak német órán, mert akkor az nagyon nehéz volt. Jaj, de jó. Adja. Az X-ray-em, igen. Hihetetlen, de még mindig működik. Be van kapcsolva, igazán rábízhatom magamat az X-ray-re. Na még két robbanás, erre kéne prediction csinálni. Lesz-e két robbanás alatt még szerencsém? De nem csinálunk predictiont. Nem, mert majd másra kell elhasználnunk a predictiont. Meg nem lehet ilyen egyszerűen pontokat szerezni. Szokjatok, tudjátok meg pontokat, itt ezeket a csatokat. Elinfláljuk az értéket, hogyha ilyen egyszerűen hozzá tud jutni mindenki, akkor elinfláljuk emberek. Nem szabad, nem szabad. Meg kell adni a módját. Ucsó ágy. Tiszta. Ki lett tisztítva? Oké. Okay. Ja, felszínre, hát ha mégis adlag egy nedőr, vagy egy bestsőbe belefutunk. Most már csak így wanderölni akarok. Hátra levő részében a streamnek. Vagy elmenni Cult of the Lambezi, mert az is egy dolog, amit szeretnék még folytatni. És most már nem sokáig, úgyis meg nem is mondtam. Nem sokáig fogok tudni már csak lenni egyébként emberek, sajnos. De a holnapi nap talán, de már a holnapi nap sem biztos, hogy fogok tudni streamelni. Mert hogy elutazunk, képzeljétek, elutazunk most itt hónapnak a végén, és a következő hónap elején nem leszünk. Hétig nyaralni megyünk, úgyhogy sajnos vagy nem sajnos, most egy ideig nem lesznek streamek. Úgyhogy ez valahol, basszus ez így kimondani is fura, de ez valahol egy búcsúzó adás. El kell búcsúznom tőletek meg ezektől a gémektől, amiket tolunk. Na most ugye egy gustocska. Az... az sem érkezett meg. Befejeztem a streamer karrieremet. Hát... hát csak egy hétig. Csak egy hétre megyünk el, de addigra leteszem. Tudom, erre menjünk. Basszus, tényleg oda néztem, hogy nem jön semmi, de és nem jött semmi. Körülbelül a 7-én, 8-án jövök vissza. Az lesz, hogy amint visszajöttem, sajnos még lesz egy koncert, amire el akarok menni. Úgyhogy még azután, tehát hogy kinyanaljuk magunkat, és aztán utána még rögtön egy koncerttel térek vissza, és utána fogok csak belekezdeni, utána tudok majd csak visszatérni a streamekbe. Legyen a koncert részén egy visszatérős koncert, nem. És sajnos nem kis grofó koncert, pedig amúgy. Mondom, hogy azóta is kérem, hogy én még nem tudom elképzelni, milyen az, szóval lehet betegelni engem Instagramon, ha esetleg ott vagytok rajta. Bár ezek szerint nektek is csak a szátok nagy, aztán nem mentek el kis grofó koncertre, csak mondjátok, hogy jaj, adjad már be a kis grofót. Nem. Neki ti is csak mondjátok, de amúgy nem mentek el. Szeretném látni, tegeljetek be Instagramon, hogy ott vagytok. Megtegeltek múltkor. Hát akkor én azt nem láttam, lehet, hogy privát a profilod, vagy én nem tudom.
Direkt néztem, pedig eszembe volt, és látod, azóta is eszembe van. Tehát, hogy, és így várom, egyszerűen várom, és nem. Nem kapom a teget. Nem tudom, milyen az. Iskrofó. Cover me in debris. Hát ez nagyon jó. Másoknak meslet meg az achievement, GG. Sok mostanában a koncert. Hát nyár van, hát persze. Na. Erre. Megint a megjegyzésre kell hallgatni, mint a Netherite szerzésnél, csak most a Bastion esetében. Jaj. Jó. Leugorhatok? Úszik fel. Ezek nagyon szépen köszönöm, és várját, tudulak, nem is tudom, hogy mondtam-e már, de nagyon szépen köszönöm neked is a kettő darab ajándékszobot is. Igazán megtisztelő uram. De kettőtöknek nagyon szépen köszi. Na merre menjünk? Körbe kell menni, mert lusta vagyok itt ezen átépíteni. Túl unalmas lenne. Inkább menjünk körbe. Hát akkor még legalább jól szórakozunk. Ezen az úton. Ezen a kis túrán. Bandukolunk. És remélhetőleg jól szórakozunk közben. Így 19 Netherite-tal. Csak ne meg ne halljak, mert most már tétje is van. Na. Mondok, arra jövök-e? Fú, hát várj, ez még viszont nem volt tervben. Voltam már egyszer. Nem kizárt, De most nem hiszem, hogy... Hát, ha csak nem a... Nem tudom. Ha csak nem tudnak megint rávenni az öcsém még. Hui! Mi ez a hang? Hallottam. Jaj. Jaj, hát egy kis sunyi. Befolyt volna oda a lábam alá. Bessen, nem bessen. Aj, van olyan, hogy valamelyik bajomba többször van Bastion, mint... De ez Bastion! Mi? Jó, oké, ma nem fogom a bajni a gémet, hanem csak toljuk, és úgy látszik mindennel szerencsém van. Tehát jó, akkor oké, innentől kezdve, akkor jó, ma valami különleges nap van. Nézzetek már, mi ez a Netherite mennyi... Vagy, ja, a Netherite mennyiség, szóval... Ha ezt így kell folytatnom... Így kell folytatnom, és akkor... Tessék, ezt a szerencsét szeretném... Újra, hát ha még beadja jobban és jobban. Minek köszönhető ez a szerencse? Nem tudom, hogy jó napom van, vagy rossz. Nem, megfog, most elszóltam. Haha. Ugye, a bűntudatod ilyenkor. Nem a torn sebzi meg amúgy őket, amikor engem meglőnek. Nem a sebez vissza, hogy a torns az armoromon, hanem a bűntudatuk. A bűntudatuk így berobban. Kérlek, legyen meg az, amire vágyok. 3 liter tej kihívás Lakitól. Azt arra vágyok. Bárcsak újra publikus lenne az a videó. Ha menjél lotózni. Most Krétu, teljes mértékben igazad van. Tehát, hogy... Sőt, mi több, olyan kegyes vagyok, hogy még akár nektek is ki tudok tölteni lottó szelvényt, csak ide hagyjátok, és én meg kitöltöm nektek. Jaj, de sokan vannak ott viszont. El kéne csalni őket? Nem lő, hát nem lő.
kéne csalni őket valahogy. Mindenkinek más számokat azt és mindenki nyer. Igen, amúgy tudod, hála jó égnek megfogta a lényegét. Mert ez tényleg értelmetlen lenne egyébként a Tokió már. Szóval a lottó, hogyha mindenki tudhatna nyerni. Szokkal a számok, ha meg mindenkinek ugyanazokat adom meg, akkor meg senki nem nyer olyan nagyot ugye. Tehát ez azért nem jó. De valakinek a, mit tudom, az ötös lottót, valakinek a négyeset, valakinek mondjuk egy puttó szelvényt töltök ki. Jaj, de rossz nevű ez, hogy puttó, de mindegy, ezt kitöltöm neki, és azzal is lehet nyerni, hogyha maxos lesz a találat. Lehet ez az a láda, amikor ott lesz, amire vágyok. Igen, ott van abban a ládában, amire vágyok. 3 liter tej kihívás Lakitól. Szia Nettus, te is az olyat a nyarásból, képzeld, hogy most fogok menni. Merre voltatok? Na van még. Ista a terep. Nem tudom, hogy dühösek, de... tisztának tűnik. Jó, ez óriási F-ség volt, amit csináltam, de mindig. Ation debris, 20 darab. Hol van az armor plate upgrade? Csak armor upgrade, valami ilyesmi a neve. Nem értem. Szia Jászmény, neked is közben, neked még nem is köszönöm, hogy botonák sem, egy csomó mindenkinek. Szia Falcon Fox, Sanci, Hello, Nesta, Mizu is, tényleg Eszti. Túl sok ilyen koncentrálós rész van, és emiatt keveset tudom nézni a chatet. És amikor nézem, akkor meg elkezdek nagyon témázni. Vele a Tubiról, meg ilyesmi. Fent lehet valami, nem itt már fent nincsenek ládák. Ennyire fent. Nem baj, a közvetlen környezetet átvizsgáltuk. Ez elővigyázatosság. Ez sokkal nagyobb ez a bastion, mint az előző. Viszlát. Ó, de stabil. Lent is van még egy láda valahol. Hallottátok ezt? Utálom ezt a hangot, ez azt jelenti, hogy mindjárt meghalok. Mi van ott? El van vágva valami? Jaj, nem tudnak átjönni, aha. Vagy ha így haladnak, még meg is döglenek. Egy valami olyasmi van, nem, hogy itt, hogy egy kicsit lejjebb bányászok, akkor arany, vagy valami ilyesmi található? Nem, lehet, hogy pont nem ez az a rész, de... Jaj. Jó, mindegy. Zsákutcákat nem szeretjük. Amúgy a bastion közepén lesz a netherite upgrade, tudtam már. Ez jó tipp, de ugyanakkor már volt egy bastion, aminek megnéztük a közepét, és FM se volt ott, szóval nem tudom, hogy most ez mennyire megbízható információ. Én lennék a legboldogabb egyébként tényleg, hogyha ott lenne. Legalább bárhol, mindegy, csak legyen ott valami. Ez egy nagy, lehet, hogy ez egy kicsi volt, ez egy nagy bastion. Számít a méret. Ez egy nagy bastion, és itt valószínűleg ott lesz akkor a... Kulcs?
Aha, megfutatik lentebb. Itt jövünk be középre. Hülye vagyok, vagy mi? Az akadálypályát csinálok. Ah, csak a seggemet ne találják be közben. Arra kell nagyon oda vigyázni. Hát, hogy ha baj van, lávába tudok ugrani, csak ne szorítsanak be, ez egy probléma lehet most már csak. Ne szorítsanak be. Mit tettem meg? Mindegy, nem is kellett még meginni. Három fajta bestsem van, aha. Jaj, de mi van itt? Mi jön? Kivégző osztagot rendeltek ide rám, vagy mi? Mindegy, most nem jutott itt. Politikailag nem túl korrekt vicc jutott eszembe, de inkább nem mondom el. Na. Ez jó nagy. Meg a knockback-em is jó nagy. Meg... Na, szóval megyünk tovább. De ezeket a szélső le... ott itt tobzódik az összes. Pont jó helyre estek. Tudnak addig újjak spawnolni, ameddig én itt vagyok? Nem spawnolnak úgy, tehát egyszer kell addig kiirtani. Egyszer kell őket kiirtani, és akkor onnantól kezdve, amíg vissza nem jövök, addig ez itt tiszta. Tehát most minden is alkalom, amikor meghalnak páran, akkor annyival kevesebbel kell foglalkoznom később, és így azért halnak, úgy látom. Átöklel. Majd nem felmentem egy emelettel feljebb. Ott egy láda. Jó. Jó. Jó, középsőt, a középsőre kell fókuszálni. Honnan? Hányan vagyunk fent? Az TPS nagyon rossz most, 26. Lehet, hogy felfedezek az emberek, vagy mi? Lehet, valami farm indul? Lehet, valami farm indult? Hello. Amúgy te! Te nem a Easy Piglinek ellensége vagy? Van Bence közelében roof portál, kizárt dolog. Ezek új, teljesen új területek. Ahol én vagyok most. Szóval a teljesen fixen van az alsó lávás magma cube-os résznél, többi bestsőben csak van rá esély, ha jól tudom. Basszus, és ez most nem tudom, hogy ez most olyan el. Jó, mindegy, két fajtát megnéztük, akkor ez nem az a harmadik, nem az a lehet, hogy nem az nagyon értékes fajta bestsen, ahogy látom. Szóval rossz, hogy ilyen nagyon scattered, tele van lyukakkal ugye, lyukacsos, és könnyen le lehet esni több szintet is, és mivel fekete az ember, nem látja a lyukakat. Júj! Jaj,
Jaj, kivégző osztag. Ja, várj, itt megszakad az út. Hello. Hát itt nincsenek ilyen spawnolós magma cuccok. Na jól látom. Sajnos. Ott van még egy láda viszont. Lehet zenét kérni? Igen, amit végzek ezzel. És akkor jobban tudom figyelni a csetet is, meg a... Most nagyon nagy a tét, túl nagy. 20 darab. Ősi törmelék. Nagyon rossz hangzik magyarul. De az van nálam. Ha hiszitek, ha nem. Aj! Síró obszidián. Ősi törmelék. Van a középső? Nincs itt középen semmi? Tényleg nincs itt középen semmi? Aj, ennek örültem meg úgy. Rossz Bastion. Nem úgy, hogy rossz. Rossz Bastion! Csúnya Bastion! Nincs középen emberek. Nem voltunk szerencsések. Jó. Még egy helyet megnézzünk, aztán lépünk. Errefelé megnézem, mi van. Ja, errefelé akartam lejönni. Akkor erre. Obsidian. Aranyrépa. Hát, nem az a loot, nem az a loot, sajnos. Amire az ember új régóta várt, mint a 3 liter tej kihívásra. Tényleg szerénykedik egy kicsit ez az FPS. Vagy hát, bocsánat, TPS. De hát ez van. Mi van már? Itt már voltam, nem? Ennyi. Megnéztük, nem baj, legalább tudom újra figyelni a csatát.
Szóval. Ja, lehet arany. Tudom, 3-1 híres mindig elérhető. Ó, pedig én láttam, hogy kitett egy olyan posztot a kedves Mikó, hogy letiltották. Vagy teljesen, vagy csak úgy, olyan abból a szempontból, hogy a... hogy csak felnőtteknek szóló tartalom lehet. Változtak a YouTube policy-k, vagy valami ilyesmi. Na jó. Megnéztük ezt a Bastion-t is. Szóval annyira nem vészesek, csak óvatosnak kell lenni, és akkor így... ugye el van velük. Aranyokat itt hagyjuk meg. Igazából a többi ha esetleg vannak itt még ládák, azokat is itt lehet hagyni, mert... amikkel, az amit lesz. Na, lehet kérni zenéket. Milyen zenéket szeretnétek? Amilyen szerencsések vagyunk egyébként a mai adással, az is lehet, hogy még tudok. Még csak egy óra van és 2 Bastion és 20 darab Ancient Debris. Szóval, hogyha ez így halad... karácsonyi zene, na az egyetlen, amit most nem teszek be nektek. Képesek vagytok nyaralásom előtt karácsonyi zenét kérni? Rap, jaj, na jó, oké, inkább. Ha... ilyen van... alapból Saddle-lel generálódott... Pikmin, aki tudja irányítani ezeket a Stridereket. Mi? Ezt nem is értem. Van ilyen? Nagyon kicsi rá az esély. Mennyi? A szerencsés, ugye ez a szerencsés tapom. Tehát itt konkrétan... fű, emberek, ma nem szabadon bajnom a streamet. Nem tudom mi van ma, de akkor ezt itt most végig kell hozni. És végig kell tolni ezt a napot. Na. Ügyesebb, sokkal nem lettem, de szerencsésebb igen. Te fogsz robbanni, bro. Oké, vizsgáljuk át ilyen nagy területeket, és akkor lesz az idő alatt, gondolom, még több. Ezt sem. Most csak azt akarom keresni, semmi mást. Aztán lehet, hogy valakinek meg megnézhetném, még nem tudom. Tehát házkörbejárás is nagyon szeretnék csinálni. Boost. Nem kaptam. Aztán Cult of the Lambez is nagyon szeretnék. Hát, ha már készülnek a klippek, Bence nagyon lakos. Úgy repet még egyszer se toltunk be streambe, de szerint... nagyon kevés rep van, amit szeretek. Csak ennyit mondok, jó, ezt leszögezném nektek így elöljáróban. De megnézem, mit tud az Epidemic rep felhozatalként, mit ad. Random lejátszás listát beteszek. Indie rap. Szeretnék Cult of the Lambez, a mai nap szerintetek még belefér.
ott is fel tudnám használni ezt a lákot, ami ma így körülvesz engem. Ez Fortress. De még nem is használom azt, hogy az F3-mal megnézem az entity-nek a számát, meg amit tudom én, tudjátok, és az alapján lokátoljam be. De olcsó ez a rap, istenem! Emberek, váltsunk már át! Az ilyen rap battle-öket amúgy élem, meg a... az ilyen poénból készült rap számokat. De közel nincs, hogy megölöm a gyereket! Megölöm a gyereket! Elvágom a torkát! Meghalt a gyereket! Az, most pedig meghaszta is! Milyen jó lett volna, ha nem közelít. Talán a gyereke és ő maga is tovább élhetett volna. Csak egy dolgot kértem. Hallgatott rá? Jaj, kifagytam az építőanyagokból, miből építsek a netherben? Valami olyasmi anyag, ami nem ég el. Például a wool, meg a fa. Szerintem az jó ötlet lenne. Vagy tudjátok, mit csinálják? Miből kéne építkezzem? Netherite-ból kéne építkezzek. Nem félsz át. Jaj, de jó. Nem félsz át. Dagadj seggeddel. Be tudod nyomni. Na milyen műzikok vannak? Azt mondja... dubstepet írtok még. Már is szívemhez közel állót. Vagy dehogy is. Dubstep. Valami hardcore dubstep nincsen? Vagy csak simán hardcore ment? Ez így nem sem, ez így semmi. Jaja, hardcore-t írtam. Jó erőteljes gondozásba részesít engem ez a zene. Hardcore. Hiszem az volt a Fortress. Akkor menjünk ki erre. Mi ez? Mi ez a zene? Vagy valaki még más is fog egyszer itt menni ezen a területen, és azt fogja látni, hogy fából építkeztem át itt ilyen területeket. Fog szólni. De triggerel ez a zene. Bocsi, ez a hardcore, ez nem az én kedvencem, mert ez így... Ez így... Húha. Lehet, hogy valaki hallgat ilyet. Persze Eminemet, és akkor majd megint lelesztem itt a streamnek a minden hangsáva, stb. Vissza fogok-e találni? Hát igazából csak simán 0-0-hoz megyünk vissza. Ja, várjátok, mert hangeffektek között kerestem. Ez azért volt ilyen szar ez a zene, mert ez hangeffektnek minősül, nem is... Na, ez már hardcore. Az előző az nem tudom, az a hangeffekt volt, sorry. Sorry, nem mindegy. Na, ez már valami. Hát... és ilyen 2000-es évek, nem tudom, 2010-es évek inkább YouTube berobban, és akkor pörögtek az outrók, meg az intrók, meg ilyesmi, inkább erről jut eszembe. Ez jut eszembe erről, de nem baj.
Köszönöm szépen, Zsolt, most veszem csak észre. Ja, eddig koncentráltam, vagy hát most már jó ideje nem kéne koncentráljak, de hú, ez majd amikor nagymamám itt átkel ezen a részen, akkor itt ezt a részt így lefedem, jó, hogy megkönnyítsem neki, hogy nehogy esetleg itt baj legyen, beessen. Szóval köszönöm szépen neked is a szubot rögtön előre 3 hónapra. Nem tehetek be emberek, annyi jó zenét írtak, de nem tehetem be őket, mert ezek mind copyrightosak, csak stílusokat tudok betenni. Ezek a netherite fák, vagy nether, ez wart fák, ezek nem annyira szépek. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok. Oli szerint szép. Hát szerintem... Szerintem meg te vagy a szép, Oli. Nem ez a izé. Nem ezek. Jaj, rossz helyen vagyunk. Na jó. Na lássuk el. Hú! Kitette oda azt a lyukat. Hát meg kellett inni, már úgyis szomjas voltam. Tudok úszni, nem tudok úszni. Te oda azt az egy lyukat. Nem lesz több izém. Fire resistance-em. Hogy fogok így a... Milyen bastion fogok itt állni? Mi lesz, hogyha a bastionbe belelöknek a lávába? Mert most még ez így... Amúgy mi? Ti csináltatok arra izé prediction-t, hogy meghalok-e ma? Most veszem csak észre. Hát de emberek, nézzetek már rám. Tök halhatatlan vagyok. Shit, annyira rossz ez a generálás, itt most nagyon... Jó, lehet, hogy arra lesz valami. Megint egy. Hogyha ezt megölöm, akkor adsz szedelt? Hát tényleg vissza fogom nézni ezeket a klippeket, csak most még tart a fire resistance, szóval ki akarom használni. De meg akarom nézni, hogy amúgy azt a lyukat ezt én ástam oda, vagy alapból ott volt. És ez a tök jó kis ilyen kis klippekből mindig visszanézhetőek ezek az apró detailek. Jaj. Ilyete hónaj. Nem baj, ha megölöm a járgányod? Mi a... Oh, a saddle! Nem, hogy meg lehetett volna. Ennyi. 5 percem megvan. 5 perc alatt egy nether, egy mi ez, egy bastion?
Ez arab zene megszólalt? Kitette be az arabot, ami én voltam. Mi ez az arab zene? Most folyik le, látod ezt a új terület teljesen, most folyik le még csak az. Ott is. A Fortress-t, nem mondom. Szóval nem mondod, hogy a Fortress-t találtam most akkor vissza. Jó, lehet, ahol Fortress van, ott Bastion is. Ez az alapzene, ez hozza ki belőlem ezeket a rohamokat is. Csövülök. Delatt. Ó, ez viszont... Na, szerencsés tap van ma. Add be. Nem adta be, még nem olyan egyszerű, nem olyan egyszerű. Ja, sötét van. Konkrétan nem látok semmit. Annyira sötét van. Nézzél. Láttok valamit? Nem, sötét van. Igen, ezt láttuk onnan távolról. Hol van a Bastion? Túl sokat akarok? Mondjátok meg egészen nyugodtan. Mondjátok meg! Még most mondjátok meg, ha túl sokat akarok. Hoppá. Tudtam, hogy itt lesz egy láda, aztán azért estem. Ilyen hacker is vagyok amúgy. Ölelgetett a csávó. Mi? Lehet, hogy sokat akarok, igen. De ismeritek a mondást. Sokat akar a szarka, nem bírja a farka. Ezt a mondást, szóval én nem hallottam akkor, hogyha szarka helyére Bencét helyettesítünk be. Vagy lehet, hogy... Ez a mondás, ez nem igaz egyébként. Csak egyet akartam mondani. Megyünk is tovább, és most meg kell, errefelé lesz a Bastion. De nagyon, fú, ez már itt van a fülembe, ez a hardcore wave, nem tudom milyen remix, de jó ez is. Kettő percem még van. Addig akarhatok sokat. Kettő percig még igazán akarhatok sokat. Adok ezzel már kevésbé. Plusz egyet, bra. És. Amúgy hogy telik egyelőre a nyári szünet? Meg kell kérdezni, muszáj. Szerintem jól. Többen már nyaralni is voltak. Viszont még többen még nem.
és abban én is benne vagyok. Úristen, mi ez a zene? A GPF koncerten volt hasonló élmény, csak az ott még megcseszőbb. Ez a Forest. Fura, hogy így egy blokkot így hagytak neki, aztán jelentek kezdve csak ilyen agynövényzet. Gyerekeket is levágjátok? Hé, a gyerek... De mi? Te nem a gyerekekre vadásztak? Vagy... nem azok... Azok mások, azok a Iron Channel, meg az ilyesmi. De amúgy... Ti... Hogy őket nem vadásszak le a gyerekeket amúgy? Csak azért, mert ilyen vadász felszerelésben vannak. Nem értem. Láttátok amúgy... Bocsánat, Észti felhozta ezt a témát, de azt láttátok, hogy az Iron Channel az fennvon a rendőrség weblapján, mint körözött eltűnt személy, akire elfogató parancsot adtak ki. Azt láttátok? Zseniális. Na, most pontosan megéreztem, eltűnt a Fire-ezem. Gondolom volt egy tárgyalás, hogy valami ilyesmi, mire nem jelent meg, aztán... Aztán kiadták rá az elfogadó parancsot. Fenn van ott a körözött személyek is, hogy még kép is van hozzá, meg mindez, hogyha látjátok, akkor így be tudjátok jelenteni, és akkor... Nyomra vezetői díj, meg nem tudom. Ha meghalok, csak az a nem ilyet van. Az Iron Channel nem baj, addig jó, ameddig nem tudjátok. Jaj, hú. Mi ez a pokol? Mi ez a sztori, lemaradtam. Nem baj! Mondom, hogy nem baj. Addig jó. A zenék amúgy nagyon kirúgunk ma a hámból, vagy hát ilyen nem szabadna hallgatnunk. Megint for... Oh. Nem örülök, lelkem nem boldog. Nem baj. Nem is azért vagy boldog legyen. Időszkeleton van, szóljatok, de nem lehet észrevenni a feketét a feketén. Szóval nem látom semmit, nem látok még mindig semmit. Ott egy portál. Mi van itt a... Ezeknél a portáloknál értékesebb a loot, mint a felszínen? Amúgy nincs, az a díja már csak poéngottam. Szoktam olyat csinálni néha, hogy ilyen kis humor herold leszek. Így teljesen véletlenszerűen. El kell, hogy szórakoztassam valamivel magamat. Ha már másokat nem tudok. Mi van annál a portálnál? Oh, yeah.
Haza tudok menni? Hát nem. De ezt gondolom azért tették ide, hogy haza lehessa menni. Bastion. Honnan? Mi ez? Jó, lő a semmi engem. Elkezdjön most az elég, nem bírom tovább. Remélem a következő jobb lesz egy fokkal. Bár sajnos garancia erre sajnos nincs. Nem. Oh! Te állat! Te. Majdnem belesételtem. Mi ez a zene? De tényleg Nightmare Fuel? Miért? Légy szíves. Erre van még szükségem, hogy itt ilyen szóljanak ezek a creepy zenék a háttérre, amik ez egyébként is stresszelek. Mert stresszelek, ezt most ki kell mondani. Hú, de rég nem volt már besorsal. Mivel talán elszállt volna a szerencsém? Az nem lehet. Bár át kell mennem Cult of the Lambezni. Erre kell, hogy legyen a Bastion. Az ott Main Fortress vagy Bastion? Pláne, hogy ott van valami, ami megmondhatatlan. Mi az ott? Az ott, az mi? Milyen blokk? Vagy ez mi? Ami textúra hiba? Nem tudom megmondani. Kérlek, kis ujjam, ilyenkor mindig felteszem rád az életemet, amikor nyomva tartom a shiftet. Ilyenkor csak a kis ujjamban van az egész életem. Jaj, ez mi, ugye ez nem fog eltűnni alólam. A Bence újra csaló üzemmódban van. Hoppá, láthatatlan blokkokon jár az ember. Hoppá. Ja, ez csak egy kis... Oké. Okay. Ez egy fortress. De... Gravert láttam, azt hiszem egy banner. Jaj. Vajon van-e haszta a kis ujjnál? Hogy ne lenne haszta a kis ujjamnak? Hát azt tartja a shiftet. Tehát sokan, sok elmélet született például már T-rexeknél kérdezték az emberek, hogy új, vajon miért, mert van a T-rexek azoknak a bének is kezeiknek ott a mellkasukon. Hát azért, mert azzal tartotta a shiftet a T-rex. Tehát az volt az értelme annak a kis kézen. Nekem is ezek kis hogy mondják ezt, elsorvadt, igen, elsorvadt ujjam. Ez csak arra jó, ez, hogy tartsa a shiftet, de azt nagyon keményen tudja. A T-rexnél is ez így volt. És elsorvadt kezei. Ez a brazil punk. Hát ezt így nem tudom neked beírni. Ez a brazil punk, az definiált, ez mit tud az a... Jelleg, Bence, ez bejátszod? Igen, mert epidemikus már is. Ezen átérek ezen a poklon. Na. Nézzük, mit küldtél.
egyelőre érdekes. Bazsa, nagyon szépen köszönöm közben neked is a Prime-ot. Meg egyben a követést is. Megtisztelő, uram, megtisztelő. Mi ez? Mi ez? Mit toltál be nekem, Shipper? Ez mi ez itt a fülemnek? Zúgás? Ez csak zúgás? Nem, meg fog halni. Na, ez fehér zaj. Ez, azt mondja, like each room white noise. Hát ez köszönöm. És ráadásul ezt ilyen sokáig hallgattuk. Na Zoli, te mit küldtél? Nézzük. Elolvasom a címét. TD. Hát abból nem derül ki sok. De mindjárt majd kiderül majd. Kifutott a pajzsomnak és lefejett. Ezt meghalt, meg szinten léptem. Búú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 ú. Megölte magát a pajzsomon, mert nekifutott a gyerek az. Ez a szinten léphetsz, 30-as szintet így értemelted ki. Valaki lefejelte a pajzsodat. Szerencsés vagyok, már mondtam ma ugye? Mi ez a zene? Találó. Testcsön. Oké, köszönjük, nem lehet több zenét küldeni. Anna, neked is nagyon szépen köszönöm, tényleg most látom csak a subot, hello! Én tekezve én tolok zenéket. Visszagrok állni egy jó kis retro wave-re, egy valami ilyesmire, valami nyugodtabbra. Jó, meghallgatom Bundeskénye meg a tiédet is. Vagy csak most jön a gázt. Ah! Mi ez a zene? Megint. Mi ez a zene? Nem tudom, ez a zene, de transzba esek tőle, vagy valami ilyesmi. Egy dezer, akkor lő a semmi! Aj! Jó vagy. Gyere! Kár, hogy nem nézett ki. Kis ujjam, kérlek, legyél olyan erős, mint a T-rexek a kis ujjai. Ami tényleg a T-rex, ezt nem tudja senki pontosan mire volt jók azok az elcsökevényesedett kis kezecskék. Valószínűleg semmire amúgy. Miért kéne tudni? Valószínűleg ennyi a szerepe, hogy volt régen szerepe, de aztán mivel nem használt, ezért ott maradt. Most miért már? Nem, egyébként én azt olvastam egyszer, hogy ennek van szerepe, hogy ilyen kis picikék, csak már nem mindenhez használják. Valamihez már nem elég nagy. De elvileg például, nem tudom mi az, valami ez biztos jó volt. Shiftet tartani, nem tudom. Nem, most tényleg valamit viccen kívül tudott az a kis kéz, azt hiszem párzáshoz kell, vagy nem tudom. Tudom. De tényleg valami ilyesmit olvastam, hogy a hím ezzel, nem azt mondom, hogy felizgatta, de hogy ezzel valamit csinált ezzel a kis kezével a nősténynek, és hogy így, nem tudom, lehet, hogy valami másik dinóval keverem akkor, de
De tudom, hogy kellett ez a kis kéz valamire neki. Valami hasznos volt, csak nem tudom mire. Én nem tudom, mire kéne egyébként, hogy a nőstény felizguljon. Lehet ezért haltak ki. Nem volt kedve a nősténynek szaporodni. Pandák is, ami ezért fognak kihalni. Nincs kedvük a nőstény pandáknak szaporodni. Miért nincs? Na, végre valami szép. Zenének vége. Ahhoz képest, hogy milyen rohadt gyorsan lett meg az első két Bastion, és annyira nem találom a harmadika. Ott van. Ott van. Megvan emberek, a harmadik Bastionünk, kérlek legyen armor upgrade. Van még egy kis időnk. Dropról is érünk. Erígy az utamból! Erre hang előtt kell állni. Nagy! Ráadásul ez nagy. Hú, ez nagyon nagy. Ú, ez nagyon nagy! Ennek biztos lesz valami belsejében. Miért van ilyen halál hangja ennek a csávónak? Na jó, most a zene háttérzaj felhangos, vagy ez TV hang felhangosít, háttérzaj leszáll. Cindy boy! Na. Ide most le kell mennünk, és akkor kiírtani, amit ki lehet. Ez már lesz, itt már lesz. Nem akartam gyerekeket ölni, de muszáj. Igen. Na, hogy lehet ezt praktikusan megközelíteni? Gondoljuk át. Mi a legjobb dolog? A lootot akartok én ennek a belsőbe szerzni. Hogyan közelítenétek meg ezt praktikusan? Na hát itt már minden lesz. Jaj. Inkább rengeteg ellenség. Tehát konkrétan akkor az összes fajta, mind a három fajta Bastiont, hogyha három van, akkor azt láttuk ebbe. Egyetlen livestreamen belül. Vágatlanul. Másfél óra alatt. Na. Hú, de nagyon mélyen van, most mit csináljunk? Hogy jussak le? Minden ilyen őrök, mint valami lopakodós játékban úgy érzem magamat. Nincsen egy rendes lift itt esetleg, amit tudok használni. Nem, négy van. Jó, akkor lehet, hogy ez, lehet, hogy négy van. Lehet, hogy négy van, nem tudom, én csak így a... Nincs fire resistance-ünk most már. Én csak így a chat alapján tudok tájékozódni. Le kéne ugrani, tudom. Be a lávába. És akkor tök jó lenne minden. De így fire resistance nélkül vagyunk. Ez most a TPS alacsony, vagy mi? TPS alacsony?
Milyen csapat jött ott. Hát ez baj. Nincs ötletem. Jó. De mégis van. Egy biztos ötlet kell. Biztos ötlet az annyi lesz, hogy leások itt a falban. Egészen a legaljáig. Akkor egy síkba leszek vele, és csak be kell építeni. Ez az én nagy tervem. Már jól haladunk. Nem érzed azt, hogy jól este egy kis lávafürdő? Jaj, pontjaitok vannak benne, mi? Még ott egy láda. Ó, oh, 21. Ott is egy láda. Nem, Bence, volt egy terved, ahhoz ragaszkodj a tervhez. Jó, de egy loot, loot van. Terv gazdálkodás. Miért kellett a tervedet megszakítani? Abba halt bele, hogy meglőtt engem. Látod, ez Isten bosszúja. Nem én akartam így, hanem a jó Isten. Vagy a Thorns. Hát ezért nem érte meg. Hát is volt még egy. Feltetőleg igen, de leszalom. Na Mizu, már majdnem lent vagyok. Ja. Kereskedik az aranya. Még megvártam. Ez is kereskedik az aranya. Blackstone. Nem. Sem kell, nem. Köszönöm szépen, Ruben, most láttam csak a 8. hónapodat. Hello, hello neked is. Hogy vagy? Segítesz ezt nekem elmondani, hogy hogy vagy? Hogy szolgál az egészséged meg ilyenek? Na.
Érzitek amúgy emberek, hogy mindjárt meg lesz az armor plate? Tehát szinte itt van a számba. Vagy a nyelvem hegyén, nem tudom, hogy szokás ezt mondani. De dühösek. Aha, ott van. Az lesz az, ott van az armor plate. Gyer ide. Gyer ide. XP farm, még előtte egy gyors XP farm. Hála égnek. Agyukból még mindig nincs sok. Jaj. Szóval meghalhattam volna amúgy, ez egy rossz mozdulat volt tőlem. Júj! Miért állt meg? Mert nem ő, hanem a slime. Elgondolkozott az életén, vagy mi? Na már csak azt kéne, hogy ez belelökjön innen hátulról. Ugorj egyet oda a lábába, úgy. De nem engeditek, hogy megközelítsem, amit meg kell, hogy közelítsek. Na, ki akarom érdemelni? Hogy érdem, hogy nézzek bele? Most van az 1.20-nak a csúcspontja, ez itt az 1.20 csúcspontja. Mindenki, aki csak felcsatlakozott erre a szerverre, vagy legalábbis én erre vártam, erre az egy pillanat, hogy belenézzek abba a ládába és meglássam, hogy mi van benne. Na. Na, nem tudom, ez gyere. Oké, érkezett az 1.20 fénypontja, emberek, mindenki figyeljen. Ott is van, meg is van. A plate, jaj de jó. Tényleg itt volt a nagyba, ezek szerint tényleg a többibe is lehet, de a nagyba kell keresni. Nagyba kell keresni, GG, óriási GG. Simul a G a G-hez, meg egy Curse of Binding-os gyémánt cipő, persze, hogy jól jöhet. Vas, Netherite. Hú, nagyon simulsz hozzám te is. Jól van, nyugodjatok meg szépen. Kiverjem ezt a spawnert, hogy itt. Nem én egyszerű, de még oda kell építkezni. Ó, oh, várjál, ott volt benne még egy sima netherite is. Azt itt szereted volna hagyni, Bence? Vagy mi a helyzet veled? Mennyi gyerek? Cukik, bőle. A sötét dolog, mi mindjárt beledobom a lábába az eddig megszerzett értékeket. Na, ennyi volt, az egy kis láda volt itt középen. Jó, persze, neki is örülni kell, de nem baj. Ez ennyi volt. Na! Mit mondjak emberek, a szerencsés napunk... Hát szerencsés. Sikerült összehozni. Egy armor plate, 22 darab ancient debris. Mennyi is kell? 24 ahhoz, hogy legyen egy full teljes armor? Vagy mennyi kell összesen pontosan? Ankiftért dobod a lávába. Ohoho! Ohoho! 50. És megegyeztünk. És belehajintom a lábába.
Dehogy is. Van még olyan láda, ami könnyen megközelíthető. Leveles, nagyon szépen köszi neked is. Ali-hali neked is. Hocsmint. Egy 500 ezeres remos, úristen. Köszönöm szépen. Nem sűrűn. De végre így teljes lesz az életem. Na. Most meg még kifosztjuk a többi részét, mert szerintem van itt még. Pillanat. Szóval egymás után kétszer amúgy, most veszem csak kétszer, tényleg. De első 500-es meg a másik 500-es is, most már így, ez így már nagyon durva. Na. És ott is van még valami. Elvileg 16 kell egy full sethez, hát akkor még a tucokhoz is szedünk. A Suicide Squad. Hagyját! Hűha. Itt ezt is éreztétek, vagy csak én éreztem? Nézze másik közön! Hé, meghalt! Előbb itt volt egy társam. Hogy lehetséges ez? Még nem érdekel igazából. Itt nagyon nincs rendben. Egy. Kettő. Az a kettő, amiért jöttünk, nem? Ez már sajnos nem olyan, mint amikor fiatal voltam. Szóval közösségében hány fajta Fortress generálódhat? 3 vagy 4? Na ez itt a teteje. Még talán az aljában lehetnek ládák, de hát... Nek kell az már. 3, azt mondjátok. Hát akkor mind a 3-at láttok. Volt kicsi, közepes és nagy. Jó, el kell hagynom ezt a területet. Haza kell mennünk békességbe, biztonságba, szeretetben. Na, nincs kibékülve a chat ezzel a 3 vagy 4, hát ez sose fogjátok tudni eldönteni. Na és akkor merre kell menni? Ebbe az irányba. Abba, tehát arra van a spawn. Jó. Elindulhatunk, még egy kicsit, meg van időnk, addig legalább, hát lehet, az idő alatt is találunk valamit. Vagy csak simán hazajutunk. Mind a kettő jó. Emlékszem még a régi pathfinding, amikor a blokkokat nem tudták kikerülni, meg átugrani, meg ilyesmi a
mobok, hanem csak egy nyír egyeneset a legrövidebb úton egyen indultak felénk. És annyira könnyű volt őket leestetni, meg ilyesmi. Most pedig már ilyen tiszta parkour mozdulatokat művelnek le sokszor. Az már elment, nem tudom. Mi itt volt egy... Na! Sorry, még csak Remos, megint csak vagy Remos. De nagyon szépen köszönöm, most veszem csak megint észre. Meg lett az ezredik. Tízezredik síred itt a chaten. Nagyon szépen köszönöm. Fák. Úgy oszlopcsarnok kéne ide, most ez illetett meg engem. Egy ilyen, mondjuk végül is a bazaltos rész, ez kb. Az. Jó. Treasure Rooms, Residential, Hoglin Stables és Breaches. Ezek a bastionok vannak. Akkor 4. Nem tudom, ezeknek külön neveik vannak. Jó, akkor azt mondom, hogy láttunk 3-ból 4-et 2 óra alatt. Az azért ez így is jó. Plusz... Minden hájjal megkent lettem. Vagy minden jóval, minden jót összeszedtem így. Nem tudom, minden hájjal megkent, az mit jelentem, hogy pontosan? Sok háj van rajtam, vagy... Ez az, hogy nagyon sok a lootom? Nem ezt jelentem minden hájjal, meg nagyon sok netherite-ot szereztem? Nem ezt jelenti? Ott is van egy ilyen. Sokat hazudik, ezt jelentem minden hájjal megkent? Nem az, hogy meghíztam. Van, csak viccelek. De szép az a kis sziget, ott nézzetek. Oda egy túlélő base-t akarok építeni. Szigorúan túlélőt. Minden hájjal megkent, az az, hogy rendkívül sok a háj rajta. És a falra hányt borsó? Mindig azt úgy képzeltem, hogy valaki oda hányja. Így, hogy így öklendezve. Miközben csak falra dobott borsó. Régenben ugye a hány... Sőt, hát mi most is használjuk úgy, hogy oda hánytam a dolgokat, szóval... Vagy a fába szorult féreg. Mindig azt hittem, hogy egy féreg van a fában. Pedig hát nem is, hanem egy farkas. Nagyon sok zsírral áthitatott. Minden helyen megkent. Jó, de most már, most már másra kéne beszélni talán. Jó, csak koncentrálok, hogy ne halljak meg! Részfán fütyülő. Az mi ez? Mik vannak ma, emberek? Láttatok már ilyen streamet? Mi ez a nap? Konkrétan olyan lakkosak vagyunk. Mi ez a generálás? Mik történtek a mai nap? Tehát netherite-okat szedek úgy, hogy csak így belefúrok a farba. Találunk 2 darab Strideren lovagló piglint is, az összes bastiont, és a végén még egy ilyen is a szemünk ügyébe kerül. Mi ez a generálás ma? Hihetetlen. Ja, hiányozni fog a streamelés egyébként. Nagyon, most az elmúlt... Elkövetkezendő egy-két hétből, jó, egy hétből hiányozni fog.
Miért lett ilyen világos sírtalan? Ja, ti mit fogtok csinálni? Ameddig ilyen nem vagyok itthon. És így elkezdett volna felén folyni. Hú, ez elég para volt most, rám baj. Hála, én neki számoltam. Tártam a szöget. Egy rossz blokk, egy rossz mozdulat, egy kis új rándítás, és meghalok. Na, most már csak hazafelé akarok, most már csak oda igyekszek. Még van egy utunk. Hé, ez az utolsó fajta bastion. Nézzétek már meg, ott egy kis popcorn. Akkor mind a négy megvan, nem? Meglett a követői cél, köszönöm szépen emberek! Köszönöm! Megint egy szép kerek számhoz, kerekdett számhoz érkeztünk. Rajzolj, mondjuk az jó dolog. Ez chill. Szerintem ez a negyedik fajta. Milyen jól néz ki a chat, azokkal rengeteg GG és emóttal, egyszerre megy az animáció rajtuk, és az jól néz ki. Menjek le. Átépítkezzek a fára. Kis új, kérlek. Tarts ki. Kérj egy kis új emót, mert most már nagyon fáj. Ez hack kliens lenne, akkor bekapcsolnám az autoshiftet. De nem lehet. De szép. Oh. Oké, okay. Hát végig is csinálhatunk egy ilyen demator. Csak zöld hátté elé kéne tennem a kis ujjamat. Lenne egy kis új emód. Hogy tegyem úgy, hogy csak ő látszódjon? Így túl világos. Így. Nem. Úgy, hogy a fejem ne legyen benne. Így. Na, ez egy ilyen újfajta tisztelgés. Ez kérlek, ne ezt, igen, ne csináljunk ki többet. Elfogyott. Kinek kell lennie aranya? Pénz nem boldogít.
Oké. Okay. Honnan tudom, hogy ennek hol vannak a ládái? A bal részébe? Bence, az options, hogy a kontrollon belül be tudod állítani, hogy... ó, és akkor nem kéne nyitni... Értem, értem, tényleg van olyan... De tudod mit? Nem merem megkockáztatni, mert megzavarna. Gyúj! Van itt nem valami? Szóval ez lesz a Bridges amúgy. Ha most tippelnem kéne, hogy melyiknek az a neve, hogy Bridges, akkor szerintem ez az. Jös vagy? Kapsz be egy stickerszatot. Ez a Bridges. Honnan jött ez ki? Képes volt olyan magasra rámugrani. Ennyi erőszak. És ilyen fölöslegesen. Itt az építőanyagom. Nem tetszik ez ott nekem. Hol van ennek a közepén? Gyors vagy! Kapj be egy stickerszot! Szoktak lenni a ládák, nem? De, itt van. Nincs őrizve? Big step! Oké, ez hiányzott még a mai napból. Mit dobjak el érte? Nem, ez Stack Obsidian. Pick step! Valakinek van már pick stepje? Akkor viszont a közepe az arra felé van, most már kezdem kiismerni. Viszont akkor viszont... Meg kéne hallgatni, de nem lesz pár idő. Hol van a Bridges-ek a közepe? Ez itt a Bridges-ek a közepe? Ennyi? Ez béna. Nem tudom honnan jöhetnek, nem tudom tényleg mire kell szerint, csak fentről, lentről, vagy... A fent mi van amúgy? Oho! Basszus! Ez most majdnem belevitt a lávába. Mennem ezeket a hangokat. Ez már onnan úgyse tudtuk kijönni. Hol van ennek a közepe? Hát ugyanez a szint, csak lejjebb.
fentebb? Honnan jönnek? Ott egy orjuk. Valószínűleg fentebb, nem? Menjél vissza. Szüleid hol vannak? Opa. Te is rám támadsz, kis köcsög. Szüleid hol vannak? Attól félek, mert hallom, hogy itt vannak valahol. Jaj, mennyi gyerek van itt? Ez gyerekvár, vagy mi? Az anyád. Húha. Húha. Mi van itt? Az a kéne mennem! De mi van ott középen? Köszönöm szépen! Bread and Butter! Hali Bence, a videóidra mindig feldobod az unalmas és szomorú napjaimat, mindig mosolyt velázsolsz az arcomra. Köszönöm! Nem vagyok a legboldogabb ember és a szürke hétköznapjaimat te és a közösséget dobják fel. Köszönöm nektek! Jaj de kedves! Oh my god! Hát én köszönöm ezeket a kedves szavakat, ezek estek a legjobban. Különösen még a közösséged is beletette, tehát így meg aztán pláne nagyon jól esik. Bár most az elmúlt 10 percben már csak éppen a koncentráló per szenvedő arcomat láthattad, de... Hát ez is valamit ér. Mi van itt erre? Ki vagy? Ez mi? Ja, ez az apád? Ezért jöttem fel. A nagy semmi van itt. Há, igyon kell most. Log of Meister, All of Meister! Köszönöm szépen. Jó, menjünk haza. Nem kísértem tovább a sorsomat. Erre van a hazaút. Felmentnék is, hogy legyilkolna valaki és elvenni a lootomat? Nem, nem tenne ilyet senki. Most már nagyon sok minden van nálam, amúgy Big Step is. Csak szólok, hogy van nálam Big Step. Bármikor be tudom tenni. Music box. Music boxba.
kisebb roham volt, de nem baj, tegyünk úgy, mintha nem láttuk, nem hallottuk volna. Jaj. Mi? Még egy Bastion! Emberek! Látjátok ezt? Mi ez a nap? Mi ez a nap? Jó, akkor viszem a pénzt. Kódot. Meg megnézem azokat a ládákat, amik tudom, hogy hol vannak. Hát van bennük megint kolbász. Legalább egy olyan jó dolog. Ja, nem tudom hol vannak. Nem tudok igazolni, ez benne van a falban, ez nem jó. Ebben az irányban még elmehetünk. Mégül ez a sok koncentráció. Napot. Kérdezem, vagy mondom. Tényleg amúgy ezek után nincs valami adóhatóság ezen a szerveren? Mert most már annyi lootot hozok át így a határon, ugye amikor átlépek a portálon, hogy már lassan ott állna a NAV a portálnak a túloldal, és így kérne a felét. Ott van, jó. Ez mi? Lodestone? Az mi? Ez mit tud? Emberek? Mi ez a Lodestone? És mit dobják el? Mit hagyjak hátra az utók? Mondjuk a húsokat úgy sem eszem meg. Ezt még később megbánom. Egy darab szellem Gastírt. Mi van, ha nagyon-nagyon megéhezek? Akkor sem tudom őket megsütni. Van még almám. Abban van 4 netherite. Mi? A lószon az mit tud? Köszönöm gyíkember neked is a subot. És az iránytűs eszköz. Ó, tényleg az mutatja meg a spawn pointomat? Valami ilyesmi van tényleg. Kopott kard. Van kopott kard? Basszus, volt kopott kardom is. Tényleg. Fú, de nem szeretlek. Érde kísérek. Úgy megaláztam. Tényleg volt kopott. Jaj. Hol mentem le? Na. Erre mi van? Hogy lehet itt is ládák fölött haladok el, vagy ilyesmi. Bárcsak tudnám ezeket kívülről, belül ezeknek a tervrajzukat.
Jó, nem tudom sajnos fejből ezek, hogy egyszer kreatívba le kéne generáltatni és spectatorbe végigjárni az összeset és memorizálni. Csak egyszer megcsinálnám és addig ezzel tudnám, hogy hol vannak a ládák. Szóval ott adottam, hogy köszönöm szépen Geekember. A subbot ráadásul rögtön 3 hónap előre nézve megtiszteltetés, uram. Amúgy, lol, tényleg most eszembe, hogy ha én elmegyek jövő héten, akkor hogy fogjuk tudni megcsinálni a streamet, ahol megnyitjuk, mert jövő héten nyílt volna meg az end ezen a szerveren. Mert ugye úgy vagy egy hétig zárva tartottuk a nethert, egy hétig az endet, csak azért, hogy mindenki tudjon építeni fent, stb. Ne legyenek speedrunok. Szóval most egy hétig bezárva tartjuk, még az, tehát hogy mindegy, azt akarom ezzel csak mondani, hogy az idő alatt fog megnyílni az end, akkor, ameddig én nyaralok, szóval én arról le fogok maradni sajnos, basszus pont az Ender Dragon ölés, pedig az jó lett volna, na mindegy. De lemaradok róla inkább, mert akkor legalább nektek nem kell várni plusz egy hetet, csak azért, mert én nyaralni vagyok, úgyhogy akkor legalább mindenki tud átmenni az endbe. Shulkert szerezni, meg elitrát, meg nem tudom, minden, ami kell onnan. Cső. Az Endovesében át tudtam menni, én erről nem is tudok, de át tudtad a vetlen menni, vagy mi? Ebben pedig le van zárva. Most még. Oh. Jövő héten nem lesz stream, sajnos. Mondom, ezért fog nagyon hiányozni már. Már itt szomorkodok egy mióta, hogy most egy teljes hétig nem lesz adás. Vagy ez, vagy a holnapi lesz az utolsó, vagy nem tudom, attól függ, hogy milyen idő lesz, mert még akarok kint is forgatni, és ahhoz viszont jó idő van, akkor valószínűleg holnap már kint leszek, és nem itthon. Úgyhogy lehet ez utolsó adásunk a nyaralásig. Megvárunk Mence vele, addig is fel tudunk építgetni. Ez tök jó fej, meg kedves, meg köszi szépen, de ezért ezt nem merem mindenki nevébe kijelenteni, hogy mindenki ilyen türelmes lenne. Úgyhogy én meg nem akarom, hogy emiatt várjatok, mert én nyaralok, vagy ilyesmi. Úgyhogy nézd, hányan írtok, Bence. Tudom, de akkor is, most fel vagyunk egy páran, és tök jó fejtőletek, de akkor sem mindenkit fed le ez. Ha esetleg csinálnánk egy szavazást, és mindenki beleegyezne, vagy mondjuk 90% a játékosoknak beleegyezik, hogy egy hétig még tök jó a nether is, és majd utána legyen pluszba az end, akkor én is belemegyek, és akkor megköszönöm. Akkor rögtön, amint visszajövünk, tudunk ender sárkányozni élőadásban. De mondom, ha ez nincs meg legalább egy 90%-os beleegyezés, akkor szerintem inkább megnyitom. Még akkor is, hogyha amúgy a többség azt mondaná, hogy várjunk. Majd tolunk egy ilyen, majd akkor csináljunk a Reaper's Hideout-ba egy ilyet. Vagy valahogy majd kitaláljuk. Na minden, még jó, hogy ez eszembe jutott, meg most így meg tudjuk ezt beszélni. Legyen most, hát most nem tudok megcsinálni, meg nem is tudom, hogy tudnánk kiszűrni, úgyhogy csak a... akik fenn vannak a Serona, azok tudjanak, ne csak azok, akik egyébként subok, tehát feljönnek, de amúgy nem játszanak és még így szavaznak, az úgy fura lenne. Vagy még valamit ki kell találni. Ez nem az, ahol kezdtünk? Lol, visszajutottam ugyanoda? Itt kezdtem az élőadást, nem? És ezt megnézem alaposabban. Akkor viszont egyrészt jó úton haladok visszafelé.
Másrészt meg... Meg tök jó lenne, hogyha vissza tudnék jutni ugyanoda, ahonnan kezdtük, mert akkor legalább ez egy ilyen fun kis körút lett volna, akkor egy ilyen keretes szerkezetbe tudnánk zárni az adást, akkor nem is visszamegyek egészen a portálig, hanem akkor csak visszamegyek odáig, ahonnan kezdtük ezt a streamet. Keretes szerkezetbe foglaljuk a történteket. Nagyon figyelzek, minden egyes lépésemre nagyon vigyázok. Annyi érték van nálam. Ugyan vagyok, mint a Sea of Thieves-ban egy fullosan megpakolt hajó. Ez a fullosan megpakolt hajó most bármikor el tud égni. Júj, szerintem kiütöttem a lábam alatt. Kis új power! Oh, nagyon fáj! Mint a Tubi Tuti. Tényleg a Tubi Tutiről kezdtük ez a témázgatást a mai nap. És milyen ironikus, hogy pont mint a Tubi Tuti, pont körbe jutok. Az adás végére. Jó, de ez most olyan szavazás, amit itt Steambe csinálunk, ez azért az más. Itt nem ez lesz a nívó majd, hanem azt, ami kifejezetten a szerve játékos éreztünk, de mondjuk így is érdekes lehet az eredménye ennek is. De amúgy ez az, nézzétek meg, itt kezdtük, itt jöttem, így átjöttünk ezen, és itt van a Bastion. Ezzel kezdtük az élő adásunkat, pontosan ugyanitt. És ugyanez az egy kör, ahol hányat néztünk? Ötöt? Vagy mennyit is találtunk a legvégén? Szóval abból hármat alaposan kilútoltunk, meg talán egy negyediket úgy immelemmal, de nagyon sokat láttunk. 22, egy csomó, egy pickstep, lodestone, armor plate, banner pattern, és az upgrade. Netherite upgrade. Tehát minden. Tehát ez így egy kör alatt egy fullos. Van még, amit itt meg lehet találni? Még Gastirt is szereztem. Tehát, hogy mi az, ami még itt esetleg... Jól néz ki ott ez a rész így. Tehát ez nagyon-nagyon jó kis kör volt a mai nap. Most egyelőre ide jutottunk, most már akkor innen visszamegyek gyalog. Vagy hát akkor innen visszamegyek, ahogy jöttem. És akkor itt most le is zárjuk ezt az adást, most pont kerekre zárjuk itt a dolgokat. Köszi emberek tényleg a követői célokat, ami így meglett. Köszi a szubokat, és remélhetően még holnap tudunk találkozni, addig meg kitaláljuk ennek az endnek a sorsát. Nagyon akarok Cult of the Lamb-et is streamálni, szóval... Még indulás előtt legalább egy Cult of the Lamb azért csak be csúszik, azért az jó lenne. Nagyon örülnék. Na. Szóval még egyszer köszi emberek, hogy itt voltatok, megnézem, hogy tudunk-e valakit raidelni, de mára már elköszönöm tőletek. Kellemes éjszakát mindenkinek, aztán visszanézem a klipjéteket, remélem viccesek lettek. Úgyhogy... Hali-hali emberek, mindenki, szép estét, sziasztok!